Stacy 2007-ben egy fájdalmas válás után maradt egyedül, egyetlen fizetéséből küszködve tudta csak eltartani idősödő szüleit és fiát. Fizetetlen számlái idővel felhalmozódtak. Jó pár kihívással jár az egyedüllét a háztartásra nézve. Sosem gondoltam az autóról, vagy olyan apró dolgokról, mint a porszívó, vagy a mikrohullámú sütő, hogy ennyi pénzt emésztenek föl. A küzdelmek rendkívül valóságosá tették Istent Stacy számára. Valójában először akkor találtam rá az Istennel való igazi kapcsolatra. Addig nem hittem, hogy ilyen lehetséges, de ráleltem. Stacy azt is megtanulta, hogy az anyagi életét is bízza az Úrra. Rádöbbentem, hogy Isten mellettünk áll, és itt az ideje, hogy elkezdjek tizedet fizetni. Úgy kezdődött az egész, hogy a helyi gyülekezetemnek kezdtem el adakozni. Stacy szorosan beosztotta a pénzét, hogy tudjon a megtakarításaiból folyamatosan adakozni. Óriási érzés, mikor a hó végén rádöbben az ember, hogy van megtakarítása. Hiszem, hogy az Úr megmutatta nekem, hogy ilyen módon akar megáldani bennünket az anyagiakban. A 2011-es évben jobb fizetéssel járó munkát kapott, így más szolgálatokat is tudott támogatni. 2013-ban a 700-as klubot is bevette ezek közé. Rájöttem, hogy rendkívül sok ember számára jelentenek áldást, nem csak a mi országunkban, hanem világszerte. A műsor oly mértékben hozzájárult a hitbeli növekedésemhez, ahogy remélni sem mertem. A munkába lépésétől kezdve Stacy évente kap fizetésemelést, jelenleg adósságmentes, és ezt annak tulajdonítja, hogy a nehéz időkben is hangsúlyt fektetett az adakozásra. Csodálatos Istent szolgálunk. Ha belé helyezzük a bizalmunkat, ő válaszol. Mindig válaszol. Rendkívül hálás vagyok mindenért, amit Istentől kaptam.